Aber lass mich protecten, du hast mich im Fuß, weil ich mir noch abdreht, oh ja, wie ist das mein Telefon? Sind wir nicht, wo der Hose aus Sonitor als Xperia Seehahnmat? Ich weiß nicht, dass Seehahnmat ist ein Plus, aber ich kann mir sicher besser leiten, wenn ich das allein kitschig der Hang so durch Marsch gegangen habe, dass das auch mehr ein bisschen schärfen und dann ich denke, oh ja, du nimmst halt mir da, muss man alle nicht waren, komplett der Mikro-USB, Schocklack oder so, ich stemme keiner besser an, ich stemme mit, ich will irgendwie schweißen, dann ist es besser, was ich probieren, dann hat er das Rücken gekriegt, außer da waren, hat er den nicht, hat Jack Schocklack oder so, mit dem komplett nicht waren, dann sehen wir, wie wir mal Videos bekommen, wie der Mikro, SD, mit USB, mit der SIM-Karte oder schon, ich komplett bin ich sage, aber ich habe vor Gießen von der Thermik, tényleg, mi is tudom simára a vízbe, nem történik semmi, 1,5 méter mélyen mehetünk vele az 5 láb, és fél órán át, és látjátok, hogy így, hogy vízes a képernyő, és működik simán a vízes ujjaimmal, és bele tudom menni például a sketch, ebbe is el tudok itt kezdeni firkálni, tök jól működik, ez a réginél nem működött ilyen jól, úgyhogy ezt egy kicsit javítottak rajta, ez főleg akkor fontos, hogy például eske az eső, nem kell aggódnod arra miatt, hogy elrázik a telefonotok, ez így tök jó, ami még, nekem is még jobban tetszik, amit fel is raktam a YouTube csatornára, hogyha belenyúlt a kamerába, nem is kell igazából kikeresni, van a House of Dedicat kamera gomb, ezt megnyomjuk, akkor indul a kamera, látjátok, hogy persze nagyon szép képet tud majd lőni, 26 pixellel, és 4K videót is meg tudunk venni, és víz alatt akár végtelenig, mi vagy 32 GB tárhely van benne, és 108 GB, amíg lehet bele akár rakni, vagy akár 200-at is, vagy többet. Tehát látjuk, hogy simán víz alá rakjuk, megnyomjuk a gombot a tetején, és akkor el is kezdi venni a videót, vagy a fotókat, akkor tudom, milyen módusban vagyunk éppen, utána működik, és röviden is tudom mutatni, hogy például itt a működött is, az előbb, amikor itt voltam az úszodában, látjátok, hogy itt viszi már a videót is, hogy itt voltam víz alatt, aztán voltam például ma úszni is egy ilyen kisebb tónál, és itt is tök jól így víz alatt majd felvételeket csinálni 4K-ban, Full HD-ban, majd persze olyan felbontásban, amilyen akartok, halakat lefotózni, stb. Teljesen jól működik itt a Sony Xperia Z3 Plus. Ezeket a videófelvételeket 4K-ban meg tudjátok tekinteni itt a Tech2 YouTube csatornán. Köszönöm, hogy nézzétek, Nelen Gábor Lázs, ez volt a Sony Xperia Z3 Plus.